Első alkalommal rendeztek tereptriatlon Európa-bajnokságot Magyarországon. Az X2S Team által szervezett esemény helyszíne Visegrád, a főszervező szerint messze menőkig alkalmas, illetve méltó környezet volt az esemény rangjához. Visegrád mindig is nagyon közel állt a szívemhez, személy szerint nekem is, de azt gondolom, hogy minden magyar triatlonistának, hiszen a világon az egyik első tereptriatlon versenyt itt rendezték Visegrádon a 90-es évek elején. Ezt úgy értjük, vagy úgy kell érteni, hogy ez valóban az egyik első verseny volt, tehát hiába Amerikában, meg Angliában, meg Franciaországban komoly tereptriatlon hagyományok vannak, időben mégis a magyar volt az egyik első verseny. A 8 nemzet részvételével zajló erőpróbán 180 fővel hazai viszonylatban minden idők legnépesebb mezőnye sorakozott fel. A rangos eseményen 1000 méter úszás, 22 km hegyi kerékpár és 8 km terepfutás várt Európa legjobbjaira. A korántsem nyárias időjárás sok meglepetést okozott az indulóknak. A 13 fokban, helyenként zivatarban, jeges esőben a sportolók a terepen kívül az elemekkel is küzdöttek. A távot végül a spanyol Victor Manuel de Corral Morales teljesítette a leggyorsabban. I'm so happy because this year it's my second professional year from Trailet. The last year I was finished second and this year I can win, so I'm very happy. A nőknél szoros csatában Renata Bucher szakította át a célszalagot. I mean, this area is beautiful for especially for mountain biking, and my background is mountain biking, so I really love it here. And yeah, I was surprised how good the trails are, and yeah, I would love to spend some more days for go mountain biking and see around. Egy Európa-bajnokságon természetesen a legfőbb cél a dobogóra állni, így kevesebb szó esik az egészségről, hogy sokaknak önmagában a táv leküzdése a győzelem. Egyedüli parasportlóként vettem részt rajta. Igazából most a teljesítés volt a cél, hogy végig tudjak menni szépen, nyugodtan, és jó edzésnek szántam ezt a versenyt. A tereptriatlon látványos sport, könnyen kedvet kap hozzá, aki kilátogat egy ilyen eseményre. Azt láttam, akár a kollégámon, akár ezeken a különböző életkorú embereken, hogy irigylem őket, és de jó ez. És én ezt ki kéne próbálni, hogy milyen jó lenne ugye kihagyni azt a szakaszt, amíg elér az ember oda, hogy befusson a célba az edzéseket, meg ezt a nem tudom hány kilométert, hanem milyen sárosan, boldogan létezni. Por Brigitta már nem a pálya szélén áll. Tavaly U23-as világbajnok lett, de jól emlékszik még a kezdetekre. Egy barátom volt az, aki elcsalt a verseny, egy ilyen tereptriatlon versenyre, és hát én akkor megfogadtam, hogy többet ilyet soha, mert olyan kemény volt, ilyen 5-6 órát kim voltam a pályán, de aztán valahogy megéreztem a varázsát, azt, hogy kint a természetben, és hogy egy kihívás ugye az egész. És megszerettem, és onnantól kezdve csak ezt szerettem volna csinálni.